Csorvás Népművészetér Egyesület 2008. szeptemberében alakult. Eleinte csak kis gondolataink voltak, közben ment a Hudák szövőműhely, és utána ilyen nagyobb gondolat lett, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy ilyen közösségi színteret. Nagyon sok munkanélküli ember volt. Akkor tanítottam a szénási közmunkásokat szőni, és akkor elképzeltük, hogy hát akkor tanítsuk az embereket itt szőni. A pályázat a teljes felújítást a kúriának, azt tartalmazta. Nem maradt csak a fala a kúriának, és úgy építették fel újra. Új ajtók vannak, új ablakok vannak. Van műhelyünk, a varodánk, ahol a ruhákat varjuk, vannak a foglalkoztató termeink, szoktunk workshopokat tartani. Kiállítást minden hónapban, tavaly is 9000 látogatónk volt. Az ország ruhája nekünk az összetartozás. 6 méter 40 centi hosszú a uszája, és az ékítményei neki a 64 vármegye. Szeretnénk vinni a Békés megyének és Magyarországnak a hírnevét. Én úgy érzem, hogy szeretnek is hozzánk jönni.